A sárospataki hagyományoknak megfelelően a kampusz épületéből vonultak át az egyetem elnökségének tagjai és a meghívott vendégek a Művelődésháza színház termébe. Itt köszöntötték az idén végzett 115 hallgatót. Dr. Kelemen Judit az ünnepséget megelőzően elmondta, 76-an alapképzési szakon, felsőoktatási szakképzésben 38-an, részismereti képzésben 15-en zárták eredményesen tanulmányaikat. Mindezek mellett azt is hozzátette, hogy új lehetőségeket tudnak felmutatni azoknak, akik itt szeretnék folytatni tanulmányaikat. Jelenlegi képzéseink mellett a német nemzetiségi szakirány tanító és óvodapedagógus részét dolgoztuk ki. Szándékunkban áll rövid időn belül a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz benyújtani. Ez azt jelenti, hogy itt a térségben működő német nemzetiségi óvodák és iskolák személyi feltételeinek az utánpótlását fogjuk ezzel tudni biztosítani. Továbbá lépéseket tettünk annak érdekében is, hogy a gyógypedagógiai alapszak, amely az idén hirdette első alkalommal a tovább tanulási lehetőséget Egerben, Sárospatakon is elérhetővé váljon. Ezzel kapcsolatban is bizakodóak vagyunk. Dr. Liptai Kálmán az egyetem rektora ezúttal is megerősítette, továbbra is fontos szerep jut Sárospataknak, elsősorban a fiatalok megtartásában. Az Eszterházi Egyetem az elmúlt években egy hatalmas kiterjedésű egyetemé, nem hatalmas egyetemé, mert hogy nincs annyi hallgató, hogy azt mondhassam, hogy hatalmas, de az egy 5 kampuszú egyetemé nőtte ki magát, és hát úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb fellegvár vidéken, ma Magyarországon. Nagyon fontos a vidéknek a megtartása, nagyon fontos, hogy helyben maradjanak az emberek. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, de úgy gondoljuk, hogy még mindig nem értjük kellően. Tehát nagyobb attól a feladat, hogy most az Eszterházi Egyetemnek egy kampusza hogy él, vagy hogy teljesít, hanem úgy gondoljuk, hogy most erről a régióról van szó, erről a környékről van szó, hogy itt tudunk-e fölmutatni olyan dolgokat, amik itt maradásra ösztönzik a fiatalokat. Úgyhogy nagyon-nagyon komolyan gondoljuk minden kampuszunkat, így nyilván Sárospatakot is, és a környező településeket. Hatalmas a feladat. Várjuk azt, hogy ez nagy hangsúlyokkal szerepeljen a kormányzat gondolkodásában is. Az ünnepség zárásaként átadták a jubileumi díszokleveleket és több alapítványi díjat is.